Az első félidőben nagyon sokáig stabilan játszott a Szolnok, és úgy tűnt, hogy egyik csapatnak sincs igazán nagy helyzete, mezőnyjáték folyt. A gól alapjaiban változtatta meg ezt a meccset, az első találat? Nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, mert nagyon rossz ütemben érkeztünk Nyíregyházára, pontosabban Balmazújvárosban, mert hát egy edzőcsere az mindig az ellenfélnek nem túl jókor jön. Láthatóan nagyon motiváltak voltak, már a bemelegítésnél láttam, hogy mint a Mustangot, amikor kiengedik a karámból. Ettől függetlenül egy taktikus játékot próbáltunk játszani, és kivenni az élét az ő játékoknak labdabirtoklással. Én azt hiszem, hogy talán egy picit túlságosan is le akartuk játszani szituációkat, és ez jól működött egy darabig. Nyilván, jól mondtad, az első gól a semmiből az minden csapatot meg tud zavarni. Bennünket sajnos az elmúlt fordulókat látva talán egy kicsit jobban, mint amennyire kellene. Utána közvetlen megint belehibáztunk. Hát onnantól kezdve én azt érzem, hogy súlytalannakká váltunk. Tehát onnantól kezdve én azt érzem, hogy nem volt benne a meccsbe az, hogy ezt meg tudjuk fordítani. Nem úgy, mint az elmúlt meccseken. Sok ilyen volt, például Csákváron szerdán játszottunk. Mi játszottunk annyira egy nem, tehát ez sem egy előny számunkra sajnos. És hát onnantól kezdve egyértelműen megérdemelten nyert a Nyíregyháza. Nagyon érdekes volt a szituáció, ugye egyik kis padon te ültél, másikon Feckó Tamás, 2014-ben egymás mellett ültetek Nyíregyháza. Milyen érzés egymás ellen meccselni? Őszintén megmondom, nagyon örültem neki, hogy ő lett a Nyíregyháza edzője. Az, hogy most az nem, egy hetet várhattak volna még vele. Sajnáltam, hogy amikor én akkoriban lemondtam Nyíregyházáról, amit így utólag megmondom őszintén, hogy talán egy picit elhamarkodott döntés volt, akkor sajnáltam, hogy nem ő következett, és nem ő lett a szpari edző, és azóta sem jutott az eszükbe. Nyilván ez a belügyük, ebben én nem akarok beleszólni. Most az a lényeg, hogy ott van. Örülök neki, sok sikert kívánok neki is, illetve az Nyíregyháza Spartakusznak is, mert nagyon jól éreztem én akkoriban magam, mikhez rövid idő is volt, és egy nagyon jó kis futball közeget lehet csinálni. Jó munkát lehet csinálni. Valami miatt ez nem sikerült az elmúlt években, ez nem az én dolgom ezt eldönteni, hogy miért nem. Maga az a meccselés pedig úgy éreztem, hogy mindkettőn próbáltunk a másik eszén túljárni. El kell férfiasan ismernem, hogyha nem is ezen múlott, de nyilván én gratuláltam neki ma.